Hányszor éltél már meg az életedben olyan szenvedést, amiben azt érezted, hogy annyira nagyon egyedül vagy, hogy senkivel sem tudod megosztani, annyira fáj, és annyira nagyon egyedül vagy ezzel az egésszel, annyira magányos vagy ebben az egészben. Ugye minden ember megélt már ennyire nagyon mély szenvedést és fájdalmat az életében. Hányszor élted meg azt az életedben, hogy elvesztettél valakit, és félelemmel töltött el, és fájdalommal, szenvedéssel töltött el az, hogy soha többé nem láthatod, soha többé nem érintheted meg. Hányszor okozott fájdalmat, szenvedést a hiány, a veszteség, anyagilag, mert mondjuk elvesztetted a munkádat, vagy nem működik a vállalkozásod. És hiányzik az, hogy megéld, megtapasztald a bőséget. Hányszor élted meg azt, hogy szerelmes voltál valakibe, és az nem viszonozta a szerelmedet? Vagy olyan lett szerelmes beléd, akinek te nem tudtad viszonozni a szerelmet? Vagy hányszor élted meg az életedben azt, hogy küzdesz a figyelemért, küzdesz a szeretetért, az elfogadásért, a munkahelyeden, vagy az iskolában, vagy egyszerűen csak a családban, és nem kapod meg? Küzdesz az elismerésért, a figyelemért, a sikerért, de nem kapod meg. És ez fájdalmat okoz, szenvedést okoz. Vagy hányszor élted meg azt, hogy beteg lettél, és az okozott fájdalmat, szenvedést, a test betegsége. Vagy egy hozzátartozód lett beteg, és látnod kellett, ahogy szenved a betegségtől. Hányszor élted meg és tapasztaltad meg az életedben, hogy félelmet okoz az a gondolat, hogy elvesztheted a gyermekedet, akit annyira szeretsz? Ugye, ebben a világban nagyon sok minden ad örömet, boldogságot, de ugyanakkor nagyon-nagyon sok minden okoz szenvedést és fájdalmat, ami egy idő után mindenkinek az életében újra és újra megjelenik. És senki sem tudja elkerülni ezt. Mindenkinek megjelenik az életében. Még azoknak az embereknek az életében is megjelenik, akiknek látszatra mindenük megvan. Azt látod, hogy mindene megvan, családja, szép háza, autója. Azt látod, hogy sok pénze van, bármit megvehet. Még náluk is megjelenik. Náluk abban jelenik meg a szenvedés, hogy rádöbbennek, hogy hiába van meg mindenük, mégis valami hiányzik. Igen, mégis valami hiányzik. Ez újra és újra megjelenik, hogy valami hiányzik. Sokszor van, hogy az emberek az életút végén döbbennek rá arra, amikor már idősek lesznek, hogy elérte, hogy lett szép családja, szép otthona, volt munkája, amit szeretett, és mégis valami hiányzik.
Valami hiányzik, amit nem talált meg ezekben a dolgokban. És ez a hiány, ez minden életutat végigkísér. Ez a hiány mindig újra és újra megjelenik. És valójában ez a hiány az, ami újra és újra szenvedést okoz. Az univerzumnak, ennek a végtelen, határtalan univerzumnak van egy titka. És ez a titok, hogy létezik egy olyan hely nélküli hely, ahol egy végtelen, határtalan oltalom van jelen. És ez az oltalom minden létezőben ott él. Ez az oltalom, ez mélyen, legbelül benned is ott él. És ez a hely nélküli hely, ez az oltalom az, ahonnan te valójában származol. Ez az önvaló. És ez az önvaló végtelen, határtalan érintésével, amikor megérint először téged, akkor azonnal elkezded érzékelni és észlelni azt az oltalmat, melyet ez a hely nélküli hely ad számodra. Mondhatnám úgy is, hogy az önvaló az a középpontod. Az a középpont, ahová visszatérsz, egy olyan igaz otthonra lesz, ahol minden, ami előtte hiányzott a világban, az jelen van. Jelen van az, az az érzékelés és észlelés, hogy mindenki, akit szeretsz, és azok is, akik már elhagyták a fizikai testüket, mindenkit érzékelsz és észlelsz. Itt jelen van az az érzékelés és észlelés, hogy nem érzed a hiányt, hanem bőséget érzékelsz és észlelsz. Itt jelen van az az érzékelés és észlelés, hogy nincs félelem, nincs szenvedés. Itt jelen van az az érzékelés és észlelés, hogy ok nélküli szeretet van, ok nélküli szeretet vesz körül. Elismerés vesz körül, hatalmas figyelem árad rád. Itt jelen van az az érzékelés és észlelés, hogy teljes elfogadásban és biztonságban vagy. Érzed az örök életet, érzékeled és észleled itt, hogy örök élet van. Hogy nincs halál, hogy nincs múlandóság. Érzékeled és észleled a határtalan teljességet. Érzékeled és észleled, hogy határtalan erő van jelen itt. Érzékeled és észleled a szerelmet. Kölcsönös szerelmet érzékeled és észleled. Tehát ez a hely nélküli hely, ez a középpont, ahol minden, amit a világban kerestél,
Minden egyszerre jelen van. Minden jelen van itt. Amikor először megérint az önvaló, és elkezd feltárulkozni ez számodra, ez az oltalom, az igaz otthonod, ahol minden erőfeszítés nélkül, küzdelem nélkül jelen van, akkor egyre jobban ezzel össze tudsz kapcsolódni, egyre jobban ezzel el tudsz mélyedni, és egyre jobban érzékelni, észlelni tudod. És ez egy csodálatos felfedezés útja, egy határtalan felfedezés útját, egy határtalan felfedezés útja indul el. És amikor ide megtanulsz újra és újra visszahúzódni ebbe a középpontba, ebbe az oltalomba, a figyelem önvalóra való fordítása által, akkor már ez a világ nem fog tudni szenvedést okozni. Akkor már ez a világ nem fog tudni bántani téged. Mert abban a pillanatban, ahogy leveszed a világról a figyelmedet, és az önvalóra viszed, a középpontodba helyezkedel, és csak a boldogságot, teljességet, a biztonságot érzékeled és észleled, a valóságot érzékeled és észleled, és ez azonnal megnyugtat, azonnal békét ad, azonnal elcsendesít. Tehát az univerzumnak a titka, hogy minden, amiért küzdöttél a világban, minden, amiért erőfeszítéseket tettél a világban, az minden elérhető számodra, erőfeszítés és küzdelem nélkül, mert természetesen benned él. Csak egy tévedésből, hitted azt, hogy ezt a virágban kell keresned. És tudod, amikor ebben a középpontban vagy, ebben a határtalan oltalomban vagy, és érzékeled, észleled az önvalót, azt a teljességet, boldogságot, ami itt mindig jelen van, és mindig elérhető a számodra, az egész világ érzékelése, észlelése egy pillanat alatt megváltozik, amikor idehozod a figyelmedet. És ez a világ megtelik azzal a jósággal, szeretettel, biztonsággal, bizalommal, ami itt mindig jelen van. És átalakul minden, amit eddig a világról hittél. Most biztosan felmerül benned az, hogy hogyan tudod megtalálni önmagadban ezt az oltalmat, amit önvalónak nevezünk. Ahhoz, hogy ezt megtaláld önmagadban, először is a hit és a bizalom az, aminek fel kell tárulkoznia benned. Mert a hit és a bizalom, ami segít abban, hogy elindulj ezen az úton. De biztos vagyok abban is, hogy valahol a szíved legmélyén azért vágysz a boldogságra, a teljességre, a békére,
az örök életre, az örök jóságra, az örök igazságra, mert tudod azt, hogy mindez létezik. Ez is mind azt mutatja, hogy nem tudtad ezt örökre elfelejteni. Valami tudja benned azt, hogy mindez létezik. És azért létezhet, mert mindez igaz és valóság. Tehát, ha hiszel és bízol ebben, és ott van benned az alázat, az odafordulás, ez felé a valóság felé, ez felé az oltalom felé, akkor tudunk neked abban segíteni, és támogatást nyújtani, hogy ezt te is felismerd önmagadban. Azért tudunk ebben neked segíteni és támogatást nyújtani, mert mi ezt már felismertük önmagunkban. Éljük önmagunkban ezt a végtelen, határtalan oltalmat, ezt az ős középpontot. És mivel egyetlen tudat él és létezik, egyetlen tökéletes intelligencia irányítja és működteti tökéletesen az egész univerzumot, az egész mindenséget, ezért, ha hiszel és bízol, és ott van benned az alázat, az odafordulás ez felé, akkor ez a végtelen intelligencia érzékeli ezt, és segít és támogat abban, hogy ezt te is felismerhesd önmagadban. Felismerhesd, hogy természetesen benned is ott él minden, amire vágytál, minden, aminek a hiánya szenvedést okozott számodra, az miatt, hogy tévedésből a világban kerested.